akadás kihárt, de elit mellettem. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan értékelik a mai választást, annak a fényében, hogy kijött most a Nézőpont Intézetnek a közvéleménykutatás, amit a hétvégén csináltak, és az alapján nem jött be Jávak Benedek az Európai Parlamentbe, és 10%-on áll a párt szövetség. Ja. Ezt is tök jó, hogy szerintem ilyen magas volt a részvétel. Sosem volt még ilyen magas EP választás. Ez azt mutatja, hogy nekünk magyaroknak igenis fontos az európai ügy, és bármik is lesznek a végleges számok, amiken 10-11 óra felé fognak kérni, az egyértelmű, hogy a magyarokat érdekli Európa, ami azért fontos, mert Magyarország csak egy együttműködő Európában képes válaszolni azokra a globális kihívásokra, a klímaváltozásra, a kínai felemelkedésre, stb., amelyekre külön nem tudnánk. Ez szerintem önmagában jó és érték. A másik állítás. Az MSZP Párbeszéd Szövetség úgy tűnik, bár még nem látjuk a végleges eredményeket, hogy Kasszandrának bizonyult, Kasszandra jóslatát mondtuk néhány hónappal ezelőtt, amikor azt állítottuk, hogy az ellenzéknek együtt kell működnie, különben az EP-n a Fidesz tanulni fog. Mi éppen ezért állítottunk közös listát, és éppen ezért szerettük volna, hogy ez az együttműködés szélesebb legyen. Bármik is lesznek a fontos számok, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak magába kell nézni, és le kell vonni azt a tanulságot, hogy ha szeretnénk egy alternatívát építeni a Fidesz elnyomó világával szemben, akkor az egymás iránti kölcsönös tisztelet és az együttműködés lehet az alapja annak, hogy ezt a kormányzóképes alternatívát megteremtsük. Szerintem egyébként megfogjuk, hiszen például látjuk azt, hogy a önkormányzati választásokra a tárgyalások nagyon jól állnak, széles körűek. Itt, ahol vagyunk a 11. kerületben például László Imre polgármester jelölt, és áll mögötte 4 párt már is. Szerintem ez nagyon jó. Nem akarom elkerülni Jávor Benedekes kérdés. Én nagyon bízom benne, hogy a nézőpont mérései pontatlanok, és meg lesz a 3 mandátum a listám. Már csak azért is, mert fejlem a figyelmet arra, hogy pont a nézőpont mérése szerint, hogy az LMP 3%-ot kap. Tehát ha ezek tényleg igazak ezek az eredmények, az azt jelenti, hogy Magyarország úgy marad zöld képviselet nélkül az EP-ben, hogy eközben egyébként Európa szerte progresszív és zöld előretörést láthatunk. Hangsúlyozom, hogy Németországban úgy néz ki, hogy 21%-ot ért be el a zöldek a második legnagyobb erő. Ami szerintem egy évtizedre meghatározhatja egész Európa politikáját. Tehát az nagyon rossz lenne, ha így lenne, de még ha így is van, akkor is azt kell megértenünk, hogy a múlton való kesergés helyett végre kormányzóképes alternatívát építsünk. Én szerintem ez az elvégzendő feladat, és ezért kell már ma este is dolgozni, de holnap reggeltől egészen biztosan. Ha valóban nem fog bejutni Jávor Benedek az Európai Parlamentbe, akkor hogyan értékelik azt, hogy végül a 4. hivatalosan, gyakorlatilag mondjuk a 3. helyen volt a listán, és hogyan értékelik ezt a megállapodást az MSZP-vel? Hogy ugye úgy, tehát az volt a kommunikáció, és hogy Jávor Benedek a legaktívabb és legeredményesebb Európai Parlamenti képviselő, és valóban sok mindent sikerült is elérni az Európai Parlamentbe, és hogy ennek ellenére mégis a 3.-4. helyen szerepelt. Szerintem nem csak, hogy kommunikációsan a legjobb, hanem tényleg a legjobb magyar EP képviselő Jávor Benedek. Hogy úgy mondjam, nem csak nekünk magyaroknak, hanem Európának is, hogy a Föld bolygó egészének is. Azt, hogy pontosan mi lesz a végeredmény, és ezt hogyan értékeljük, arra szeretnék türelmet kérni, hiszen még nem látjuk a végső számokat. Én azt gondolom, hogy amíg nincs eredmény, addig spekulációra alapozott interpretációt ne folytassunk, ne végezzünk, ne menjünk bele, mert nagyon félre tud vinni. Néhány órán belül meg lesznek a végleges számok, arra fogunk tudni majd válaszolni, és azt fogjuk majd tudni a feltett kérdések alapján értékelni. Köszönöm. Köszönöm szépen.